után kanyarodjunk vissza mégiscsak az eredeti műfajodhoz, az operához. Vagy azért már nem azt mondod, hogy eredendően opera énekes vagy? Én énekesnő vagyok. Azért megmaradsz annak. Nem, én énekesnő vagyok, de hát igazából tényleg az opera az én otthonom, és ott vagyok igazán elememben. Van egy darab, ami, ha minden igaz, azt hiszem pályakezdetettől mostanáig, és szerintem nagyon-nagyon sokáig végig elkísér majd téged, ez pedig Mozart Varázs fuvolája. A magyar éjkirálynőként is szoktak emlegetni. Minek köszönhető szerinted ez az óriási siker? Mert azt hiszem, a világ minden pontján elénekelted már ezt a szerepet. Először is annak, hogy ez egy csodálatos mű, és a szerep is maga, hiszen az opera irodalom legnehezebb szerepe, legmagasabb kiírt hang, és amikor én találkoztam az én felfedezőmmel, dr. Madai Lillával, első tanárommal, akkor nyíltan az első pillanatban megmondta, hiszen nagyon jó füle volt ez, hogy én erre születtem. És akkor nem értettem, Mozart Varázsfuvolája, én nem lehetnék a My Fair Lady, vagy valami más. És azt mondta, hogy nem, és amikor eszembe is jutott nagyon sokszor, főleg amikor a Metropolitan, New York Metropolitan Opera színpadán állhattam először, hogy mit mondott, hogy majd egyszer a világ egyik legjobb éjkirálynője leszek, mert tényleg csodálatos érzés ezt a szerepet énekelni, és hogy én énekelhetem, mert nagyon kevesen tehetik ezt meg. Ha már ennyiszer énekelted, azért mégiscsak felmerül az emberben, hogy időnként akkor szeretné egy kicsit félretenni, pihentetni a dolgot, de akkor ez nálad nem így van. Hát elsősorban erre koncentráltam az elmúlt 7-8 évben, hogy ez legyen. E köré csak olyan dolgokat vállaltam, ami nem zavarta ezt, hiszen tényleg egy kiváltságot jelent énekesnek ezt a szerepet énekelni. És hát aztán szépen lassan majd biztos elmaradozik, de azért megmaradtak a kedvenc helyeim New York, London, Párizs, ahol még szívesen vállalom, vagy München, és az idén karácsonykor Budapesten is bemutatják, és itt is fogom énekelni a premiért. Tehát nagyon szívesen új produkciókban, érdekes számomra kihívás jelentő produkciókban még énekelem. De már közel olyan 300 körül tartok, tehát szeretném a Gruberova csúcsát megdönteni, ami 375 volt, vagy szerintem valami... menni fog. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Erika. Én is, köszönöm. Thank you.
merész vállalat.